királyt, az olajkenettel felkenve, a királyi méltóság diadémájával szerencsésen megkoronázták. Hát eddig az idézet. Van továbbiakban, de már nem ezzel kapcsolatos. Na most, ami ezek után jön, az egy elég meglepő fordulat lesz. Hát sajnos ez is hosszú lesz. De aztán többi már rövidebb. Azt mondja, hogy 11. cím. Most ebből nagyjából ki lehetett találni, hogy ez Verbőcinek a hármas könyve. Tehát a tripartitum. Most erről azt kell tudni, hogy bár törvénytárrá soha nem vált, tehát mondjuk olyan értelme, mint a Corpus Juris, de egyáltalán maga a Corpus Juris sem vált sajnos, de egy biztos, hogy meghatározója volt a magyar joggyakorlatnak, hát tulajdonképpen 1945-ig. Na most ebben, hát ugye tripartitum, tehát három nagy részre tagolódik, és ebben mindjárt az első rész 11. címében, mert ugye ilyen részekre tagolja, hogy ebben az országban a pápa az egyházi hivatalok adományozásánál a megerősítés hatalmán kívül semmi egyéb joghatóságát magának fönn nem tartott. Megerősítés. Tudnunk kell pedig, hát ez most már egyenes idézet Verbőcitől. Ez 1519, ha jól emlékszem. Tehát az 1500-as évek, ez azt jelenti, hogy ennek a rengeteg kiadása volt, ha valakit külön érdekel. Verbőc István hármas könyve, ez a Magyar Tudományos Akadémia által gondozott harmadik kiadás, Kolozsvári Sándor és Óvári Kelemen fordításában 1894-ben adta ki az akadémia. És ebben ez egy nagyon jó bevezetés előzi meg, és felsorolja az összes addigi kiadását hát ennek a műnek, ami azt jelenti, 1517-ben Bécsben már megjelenik, aztán 1517-ben, nem 19-ben, és utána, hát ez másfél oldalon keresztül végig itt vannak a kiadásai, egészen eddig a kiadásig. Tehát itt aztán tényleg azt kell mondani, hogy a legolvasottabb dokumentumok közé tartozott. Tudnunk kell pedig, hogy ám bár a pápának, vagyis a legfőbb papnak kétféle, úgy mint világi és lelki joghatósága van, mindazáltal ebben az országban az időnként megüresült egyházi hivatalok adományozásánál semmi joghatóságot a megerősítés hatalmán kívül nem gyakorol. És pedig négyféle okból. Na most ezeket sajnos végig kell olvasnom, elnézést kérek, de ez nem olyan dolog, hogy most belekapunk, mert nem fogják nekem elhinni egyszerűen. Tehát nekem végig ez a félelmem van, amikor ezeket a nagyon kemény tényeket mondom, hogy amikor én elrövidítve elmondom, akkor azt mondják, hogy ezt én olvasom bele, ez nem is így van, ez biztos másképp is lehet. Hát akkor jó, akkor most tessék eredetiben. Most végre van időnk rá. Tehát első paragrafus. Négyet fog majd szépen felsorolni. Először az egyházak alapítása okából. Mivel ez országban minden egyházat, püspökséget, apátságot és prépostságot egyedül a magyar királyok alapítván, itt azért majd erre vissza fogunk térni. Ez alapítás által a kegyuraságnak, kinevezésnek, választásnak és hivataladományozásnak minden hatalmát megszerezték, és magukénak tulajdonították, amely okból tudnélik a kegyuraságnál fogva, ebben az országban az egyházi hivatalok adományozása mindenkor királyainkat illeti. Na most ez odáig megy, ezt már ő nem írja, mert föl se merült Verbőciben még, hogy ilyen, hát hogy mondjam, tényleg világra szóló gaztett létrejöhet, hogy például magyar király éppen nem lévén a pápa mondjuk egyház megye határokat trianoni határokhoz igazi. Semmi joga nem volt hozzá. Semmi joga nem volt hozzá. Tehát nyugodtan vegyük tudomásul, hogy nem érvényes ez az intézkedése. És aki pedig mégis komolyan veszi, erre megint azt tudom mondani, hogy az vagy nagyon buta, vagy bizony gazember. És ez bár csendben, de azért ezt ki kell mondani. Ugyanis tudni kell minden egyházi férfiúnak, a plébánostól kezdve az érsekig, hogy ehhez nem volt joga a pápának.
Ez egy politikai tett volt, ezzel a kis antantnak, már elnézést a kifejezésért, hogy fogalmazzak. Hát mondjuk így is lehet kifejezni, én ezt nem mondanám, de valami hasonló. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ugyanaz a gesztus, amivel ő nem engedélyezte, hogy nemzeti nyelvén, azaz a magyar nyelven a csángók misészhessenek. Ennek semmiféle lelki oka nem volt. Ennek kizárólag politikai oka volt. Ennek egyébként a részleteit elég nagy pontossággal meg tudtuk ismerni most a múlt nyáron, ami egy moldovai utazásnál kim voltunk. Tehát itt egy paktum volt. Mégpedig tudjuk évszám szerint is, és bizony ebben nagyon-nagyon súlyos felelősség terheli az elhunyt pápát. Ezért mondtam én közvetlen halála után, és azóta is a szóba kell, nem szeretnék helyében lenni az ítéletkor. Na, akkor nézzük tovább. Második paragrafus. Másodszor a kereszténység felvétele okából. Na most tessék figyelni. Mivel a magyarok nem apostoli tanításra, vagyis apostolok szent beszédére, akiknek fejedelmét a földön a pápa helyettesíti és személyesíti, tértek a katolikus vallásra. Katolikus akkor még nem a mai értelemben vett katolikus, az egyetemest jelent. Egyébként a katolikus az szó szerint egyetemest jelent. Tehát ez nem szemben bármi mással, hanem ez maga az egyetemes keresztény vallás. Hanem saját királyuknak, tudnélik Szent István királynak, mármint a tanítására, akiről fentebb is megemlékeztem, hát ez nem tartozik most ide, intézkedése következtében, aki legelőbb alapított ez országban püspökségeket, apátságokat és prépostságokat, ugyanezen egyházak főpapi állásait és hivatalait a pápa engedélyéből, hát ez az engedélyéből itt már egy kis csúsztatás, jóváhagyásával, ez nagy különbséget jelent. Hogy én valamit engedélyezek-e, vagy mikor megtörtént, akkor jóváhagyom. Na most azt mondja, hogy tehát megvannak a kifejezések egyébként latinul, hogy itt mit fordítottak engedélyezésnek, hát ez nem azt jelenti. Tehát egymaga adományozta, mármint ezeket az állásokat, akiknek akarta, csak hogy arra alkalmasoknak és a jámborság erényeivel ékeskedőknek. Amint az egyházban is szól róla az ünnepi ének. Na most itt Szent Istvánról szóló ünnepi ének. Ebből idézett. Ez, tudnélik Szent István, mondjuk ezt nem eznek fordítottam volna, de hát hiszte gondolom, hogy valami ilyesmi lehet az eredetie. Azt mondja, miként Salamon, de ez nem a mi királyunk, hanem ez a Dávid fia Salamon, építés ajándékokkal gazdagít templomokat, gyöngyökkel és koronákkal ékesít kereszteket és oltárokat. És tovább eképpen, folytatólag, ezeknek igazgatására főpapokká tudós, igazságos hív és kipróbált férfiakat teszen a hívek megerősítésére. Ekként a nyert talentumot Istennek kétszeresen adván vissza, lép be a számára öröktől fogva készült királyi székébe. Eddig tart az ünnepének. Szövege. Íme világosan meg van írva, hogy ő maga és nem más rendelt azoknak az egyházaknak, amelyeket alapított, adományokkal gazdagított, igazgatására igazságos és hű főpapokat. Amint az ez élettörténetéből és az egyházak alapításáról és javadalmazásáról szóló több kiváltság levélből is világosan kitetszik. Ugyanezt tették közé könyveikben a római és egyházi jogmagyarázók is. Tehát itt nem arról van szó, hogy csúnya magyarkodók most valamit maguknak vindikálnak, ami egyébként meg hát sehol nem ismertetik el. Nem erről van szó. Ezek köztudott dolgok. Tehát nem véletlen, hogy Verbőci korának a legműveltebb jogászai közé tartozott. És hát tudjuk, hogy jogásznak lenni az nem csak világi ügyekben való jártasságot jelentett, egyházjogi kérdésekben is. Tehát azt jelenti, hogy ha ő ezt írja, hogy ugyanezt tették közé könyveikben a római és egyházi jogmagyarázók is, akkor ő ezeket ismeri. El lehet hinni neki. Harmadszor. Innen érdemelte ki a király és apostol nevét, mert tanításával, jó cselekedeteivel és példaadásával a földön az apostolokat helyettesítette. Na most ez már megint kemény. 1517-ben vagyunk. Tehát még köztudott, hogy a magyar király, a mindenkori magyar király apostol. Tehát ezt úgy is fogalmazhatjuk, ezt nyilvánvalóan ő nem fogja megfogalmazni, hogy tudnélik, van
összesen 14 apostol, akik közül van 12 az első, a kezdő 12-es, abból kihull Iskariótes Júdás, helyette választják Mátyást, sorshúzás által, aki teljes értékű apostol, sőt, hát hivatkoznak rá itt az előbbi legendában is, csak azt a részt nem olvastam föl. Tehát Mátyás teljes értékű apostol, majd utána a 14-ül ugye Pál hivatódik el már a feltámadott Krisztus által. Tehát ez minimum 14, igen, de nem számolnak azzal, hogy és van egy dinamikus apostoli tulajdonság. Ez meg a mindenkori magyar király. Mert a többi a statikus. Tehát azt jelenti, hogy egyszer volt, született ekkor, élt ennyi ideig, mellbősége ennyi, kaszkószáma ennyi, tehát pontosan lehet azonosítani térben és megfelelő időpillanattól megfelelő időpillanatig, ameddig tevékenykedett. Na igen, de a magyar király az nem ilyen értelemben apostol, hanem olyan értelemben, hogy a beavatás által újra és újra megújult, tehát egy dinamikus apostoli működés. Na igen ám, de hát erre méltónak kell lenni. Na most, ha valaki ezt meg se érti, nemhogy föl tudna nőni odáig, hát akkor ez mit kapdoz a koronánk után? Tehát itt azért nagyon pontosan kell érzékelni, hogy itt kétféle tájékozódási rendszer működik a világban, ahol jelenleg csak az egyik az, amelyik presztízzel rendelkezik, és ennek még csak szándéka sincs, legalábbis kimutatott szándéka, hogy megismerje, vagy valamiképpen méltányolja a másik fajtát. Tehát azt, amelyik mondjuk egy ilyen fajta apostoli minőséget is számon tart. Tehát bizony a magyar király, a mindenkori magyar király, és ez bizony Mátyásig egyetlen folyamat. Az apostoli minőség. Nem apostolikus, hanem apostol. És ez nagyon lényeges dolog. És 1517-ben, amikor már jóval Mátyás halála után vagyunk, ez még mindig, és valószínűleg éppen azért, mert már nincs valódi apostolunk királyként, ezért még most is és most éppen hangsúlyosan megfogalmazódik, hogy legalább tudjon róla az utókor, ha már nem is élvezheti. Mert 1517-ben már nem tudja élvezni az apostol, mint apostol a magyar királynak a működését. Na most utolsó menet, aztán azt hiszem, hogy nem sok időnk van már szünetig. Na most, innen érdemelte ki a király és apostol nevét, mert tanításával, jó cselekedeteivel és példaadásával a földön az apostolokat helyettesítette. És ugyanazért a pápa adományából címereként szentsége jeléül a kettős keresztet is méltán érdemelte ki, hogy tudnélik királynak és apostolnak joggal mondjuk. Királynak és apostolnak. Vigyázat. 1517. Na most vannak olyan megfogalmazások, amelyeknek az eredetije elpusztult. Tudjuk, hogy az oklevelek is a döntő többségükben másodlagos, harmadlagos átmásolásban maradtak ránk. Na most, aki úgy vélekedik, hogy az a dokumentum, amelyre építjük mondjuk a következtetéseinket, hát az csak mondjuk Bonfininél fogalmazódik meg először, tehát nem hiteles. Gondoljunk itt erre a magyar ősvallásnak a megnevezésére. Az borzasztó súlyosat téved. És azért mondom, hogy borzasztó, mert ennek a hatásai nagyon súlyosak. Tehát itt nem arról van szó, hogy az akkor nem hiteles, hanem itt arról van szó, hogy még akkor is mennyire fontosnak tartották. Tehát ez éppen emel a rangján. És ezeket bizony nagyon komolyan kell venni, és ha kell, akkor újra és újra felszínre hozni, hogy ezekben lássunk már tisztán, mert azért folyik ám egy másféle irányú befolyásolás is. Semmi baj nincs belőle, hadd folyjon. De azért tartsuk nyilván a tényeket is. És ez azt jelenti, hogy ha 1517-ben nekem így fogalmaznak, akkor abban nem az az érdekes, hogy ezt csak 1517-ből tudom idézni, hanem az, hogy még ekkor is. És hogy ez így épül bele, mondjuk a Corpus Jurisba az a bizonyos szkéticus
gentilis et ethnicus ritus, tehát ami az a kulcsfogalom az ősvallásunkra fogalmazóan, hát az a corpus jurisba 1500-as évek második felébe kerül be, és Bonfini alapján kerül be. Na de Bonfini éppen azért, mert nem magyar volt, csak írott források alapján tudott dolgozni. És Bonfininak nem annyi írott forrás állt rendelkezésére, mint ma nekünk. Mert Bonfini még Mátyás uralkodása alatt kezdte el a működését, neki még gyakorlatilag minden forrás rendelkezésére állt. Nekünk, különösen a két világháború utáni felfordulás mesterséges forráspusztítása után nagyon gyéren állnak már konkrét adatok rendelkezésünkre. Pontosan a leglényegesebb dolgban, azért ne felejtsük el, 56-ban mi volt az egyetlen olyan objektum, ami tényleg kiégett? A levéltár, és pontosan az a része. Tehát itt azért próbáljunk tényeket úgy egymás mellé tenni, hogy hát valami összefüggést is próbáljunk már észrevenni. Tehát egész egyszerűen pusztítják a történelmünket. Hát persze, hogy ott fölhördülünk, amikor nyilvánvaló hadászati cél nélkül bombázzák a sivatagot, nyilvánvalóan tudva, hogy ott rejtették el a Irak Múzeum, tehát a bagdadi Irak Múzeum hát, történeti múltunkat legmélyebben és legrészletesebben ismertető emlékeit. Hát ezeket az agyaktáblákat, amiknek semmiféle hadászati jelentősége így konkrétan nem volt. De azt is tudjuk, hogy ezeket a célpontokat nem az amerikai hadvezetés jelölte ki. Hát ezek közismert dolgok. És ez nagyon lényeges dolog, mert terhükre van a múltunk. Terhükre van, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy elpusztítsák. És ez bizony kemény tény. Tehát ezt nem szépíteni kell, vagy nem elslisszolni mellette, ezt bizony tudomásul kell venni, és nem engedni. Amennyire a mi befolyásunk terjed, ez lehet, hogy nem túlságosan széleskör, de mindenkinek van azért egy befolyási övezete, meg lehet akadályozni. Végülis minden műveltség akkor igazi, hogyha ez dinamikus, tehát örökletes. Amit mi nem tudunk örökíteni, azt nem érdemeljük meg. Tehát ne felejtsük el, ha túlságosan sok dolgot anyagba öltöztetünk, akkor úgy járunk el, minthogyha a vér túlságosan sok rögöt képezne. És akkor egyszer csak eldugítja a véráramot. Tehát a valódi kultúra az mindig dinamikus jellegű. Tehát azt jelenti, hogy adja tovább generációról generációra, és alkalmat keres és talál arra, hogy minden lényeges dolgot minden generáció újra tudjon fogalmazni. És amit nem tud, az bizony előbb vagy utóbb ki fog kopni. És akkor nem is kell szőnyegbombázni sivatagot. Na, ennyit erről. Tehát azt mondja, hogy tehát királynak és apostolnak joggal mondjuk, innen az ő idejétől kezdve, tehát ez Szent István ideje, innen az ő idejétől kezdve szokta meg a magyar nemzet is a kettős keresztet saját címerül tartani és használni. Na most a helyzet az, hogy tessék Bertényi Ivánt megkeresni és megkérdezni. Hát ő egy kicsit másképp fog fogalmazni. Tehát ezt csak azért mondom, mert hát nem szívesen mondok ki neveket, de hát ő történetesen nem messze tőlem ült annak idején még, mert az másik szakja magyar volt. Tehát nagyjából én tudom, hogy kicsoda, micsoda, és azt is tudom, hogy ahhoz képest még aránylag egész tűrhetően fogalmaz. Tehát... Láttunk már, meg hallottunk nála sokkal vadabbakat is. De egy biztos, egyszerűen vagy nem ismeri ezt, de hát akkor hogy lehet heraldika legmagasabb szintű jelenlegi művelője Magyarországon? Tehát ő az abszolút atyamester. Na, minden esetre, tehát itt nem lehet mellé beszélni. Szent Istvántól kezdve a kettős kereszt az igenis a saját címerő tartja és használja. Mert, és itt érdemes figyelni, mert a négy folyó, tudnélik az Iszter vagy Duna, nem tudom, emlékszünk-e, az Iszter vagy Duna, Tisza, Száva és Dráva ábrázolását Pannóniától sajátította el, mármint a magyarság, ahol most a magyarok laknak és élnek. Tehát ez megint egy nagyon lényeges dolog, mert nem igaz, hogy ezek késői elnevezések. Tehát mi ezt már úgy kapjuk, hogy ezek romantika által
használt így négyességben, tehát hogy Duna, Tisza, Dráva, Száva, romantika által megfogalmazott. Ezek eredetileg nem is voltak. Hát akkor most ez meg micsoda? Tehát teljesen egyértelműen itt van. Igen, a Duna, Tisza, Dráva, Száva, amikor a Dunánál hangsúlyozza, hogy Iszter vagy Duna. Nem tudom, emlékszünk-e még. Ennek döntő jelentősége van. Na és azt mondja, hogy harmadszor. A törvényes elévülés okából, mivel Magyarország királyai Szent István királyunk uralkodása óta, akit az úr születése után az 1001. évben szerencsésen a magyar nemzet királyával kentek föl és koronáztak meg, szó sincs róla, hogy küldött koronával, a jelen időig több mint 500 éven át az ilyen egyházi hivatalok adományozásának mindenkor valóságos és békés gyakorlatában és birtokában voltak a magyar királyok tudnék. Ami az egyház és az apostoli szentszék jogainak elévülési idejét már többszörösen is régen túlhaladta. Tehát magyarul, ha ma elkezdene mondjuk a pápai, vagy mondjuk így, hogy Vatikán kiváló jogásza, elkezdene egy pert indítani, hogy azért ez mégiscsak pápai joghatóság, ezt nem lehet magyar királynak, még elvileg sem, tehát úgysem, hogyha nincs éppen király, nem lehet gyakorolni, már rég elavult, tehát elévült az ide vonatkozó jogigény, még ha lett volna alapja akkor is. Ez egyébként nagyon fontos tétel, mert ez azt jelenti, hogy több mint 500 éve idáig, ameddig 1517-ben ez íródik, semmilyen jele nincs Vatikán részéről, hogy ő igényt tartana erre. És ez miért nagyon fontos? Hát azért, mert közben két nagy hullámban az úgynevezett investitúra harc, a német-római császár és a pápa közt viszont keményen dúl, és sok-sok emberéletet követel, és megaláztatások és méltatlan viselkedések sorozatát produkálja. Tehát ne felejtsük el, negyedik Henrik is, meg második Frigyes is ugyanabban a cipőben jár. Megpróbálja azt a jogot elnyerni, ha kell erőszakkal is, ami a magyar királynak egyszerűen jár. Most akkor melyik a magasabb szintű uralmi forma? A magyar királyé vagy a német-római császári? Tehát ez megint nem vélekedés kérdése. Tehát ez ténykérdés. És ez már a második ilyen összehasonlításunk. És ezt megint tudnia kellene óvodáskortól kezdve minden magyar gyereknek. Negyedszer, és ez az utolsó, mivel az országnak az egyházi hivatalok adományozására néző ezt a jogát, az ország többféle szabadságával együtt hajdan Zsigmond császár és királyúrunk idejében a konstanci egyetemes és nevezetes zsinat, amelyen, mint tudva van, más egyházi férfiakon és számos keresztény fejedelmen kívül 32 bíboros volt jelen, megerősítette és eskü alatt tett fogadással biztosította, amint azt az arról szóló bulla nyilván bizonyítja. Konstanci zsinat 1414 és 18 között volt, és mint látható, itt nem falvédőről lelépett kis ilyen senkiháziak, meg 27. nímandok voltak, hanem itt a krémje, az egyház vezetésnek tényleg a csúcsa képviseltette magát. És ezek eskü alatt hitelesítették azt, hogy a magyar királynak ez a joga. Akkor mi most ezt miért nem vagyunk hajlandók tudomásul venni? Tehát egy nagyon lényeges dologról van szó, szóval kiknek érdeke, hogy ezt eltitkolják előlünk. Mert itt nagyon kemény érdekeknek kell dolgozni, hiszen ennyire azért nem lehet spontánul elhűlni egy népnek. Hogy pont a legfontosabb értékeire még csak igénye se támadjon, hogy azokat megismerje. Tehát azt jelenti, hogy ezt ellenérdekeltségekkel kell kibekkelni. Hogy egyáltalán ez az igénye föltámadjon, hogy ez az igény utat kapjon, és meg is találja azt a forrásanyagot, amiből ez tökéletesen, hát mint látható, ezek igazán nem olyan nagyon bonyolult mondatok. És hát a hármas könyv pedig, hát elvileg azért ennek minden normálisan gondolkodó magyar embernek a könyvtára ott kell, hogy legyen. Hozzáteszem, az enyémben se volt itt, ott, de a kedves barátaink valamelyik születésnapon, majd nem is tudom, majd karácsonykor megajándékoztak vele. Hál' Istennek vele együtt megkaptam ilyen kis kódex formában a latin eredetit is. Tehát minden kérdéses pontot azonnal lehetett ellenőrizni, ez egy nagyon nagy adomány volt. Mert az ember hajlik arra, hogy hát én művészettörténész vagyok, mit kell nekem itt jogi kérdésekbe belemenni? Hát nagyon fontos, alapvetően fontos. Úgyhogy azt hiszem, hogy eltelt az első 5 percünk van.
hát ha valaha, akkor most igazán nagy szükségünk van az imádkozásra, és hát próbáljunk úgy elcsendesedni, hogy szokásunk szerint senki ellen, és csak ennek a szellemében, amiről itt szó volt.